Tisztelt kollégák! Május 29-i, 4. endodonciai kongresszus alkalmából a CDCT-tér használat az endodonciában címmel tartok előadást. A téma fontosságát egy eseten keresztül szeretném prezentálni. 40 év körüli hölgy páciensünk alsó metszőfogának periapikális elváltozása többszöri tisztítás ellenére sem akart meggyógyulni. Ezért CDCT felvételt készítettünk róla, a felvételen jól látható a vertikális repedés, ami a fokhoz tengelyében fut. Ezt a fraktúrát a hagyományos kétdimenziós felvételen nem lehetett volna diagnosztizálni. Várunk benneteket szeretettel!